Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon, a mai videóban pedig Bayer Leverkusen Ferencváros Európa Liga mérkőzés. Elkezdődik az Európa Liga, mindkettő csapat azért szerintem jó formában van. A Bayer Leverkusen is azért elég erős, vannak jó emberei, sőt, itt láthatjátok a kettő darab kezdőcsapatot, Sven Bender, Fosu Mensah, Demir Bay, iszonyat gyorsak, Arangiz, hát hihetetlen lesz, és Patrick Schick. Hát azért ő pedig Csehországnak az új felfedezettje, még ha nem is olyan fiatal, azért most eléggé az EB megtolta a szekerét. Még a Fradiba azért ott van nekünk Semi Mayé, Dibusz, meg hát Botkát is, Sigért is beraktam, és hogy magyarosítsuk a keretet, Vécsei Bálint is szerintem egész jó pontszámokkal rendelkezik. Az eleje a csapatnak elég támadó, Zubkov, Uzuni, Robert Mák elég gyors, Tokmak se lassú, úgyhogy szerintem ez így elég jó lesz. Úgyhogy hajrá Fradi, nyerjük meg ezt a mérkőzést, hozzuk össze, én majd mind a három meccsre kimegyek, ami itthon lesz a Grupamába, tehát mind a három mérkőzésen ott fog szurkolni a B középben, imádom, nem adom ezt a feelinget, ami ott van, én nagyon szeretem, én is támogatom a csapatot, amennyire csak lehet. Úgyhogy azon gondolkodok, hogy esetleg találkozzunk ott a Fradi sasnál. Írjátok le, hogy mennyien mentek majd ki a meccse, és ha van értelme, akkor akár meccset összefuthatunk ott. Na, de most viszont nyomjuk le ezt a találkozót. Stadion természetesen a Bay Arena, úgyhogy én azt mondom, hogy menjen is, nézzük meg. Megpróbálom megtenni, amit lehet. De azért azt tudni kell, hogy pontszámokban, meg mindenben, csapategységben azért a német Bundesliga az jobb emberkéket nevel ki, úgymond több tapasztalatot lehet szerezni, ott azért Bayern München ellen lehet játszani, egy Dortmund ellen, azok pedig azért adnak kihívást nemzetközi terepen is, míg hát a Fradi szerintem egyedülálló most a magyar bajnokságban, egyszerűen a Fehérvár se tudja tartani vele a lépést. Régen a Fradi Újpest is arról szólt, hogy két nagyon hasonló teljesítményű csapat egymásnak csap, most ez sincs így, szerencsére. Már ha értitek, mire gondolok. Na nézzük akkor, itt van ugye a Leverkusennek a felállása. Nem lesz ez gyenge mérkőzés. Én azt mondom, hogy kezdődjön el akkor, ez az Európa Liga. Megpróbálunk ezt kihozni mindent, amit csak lehet a helyzetből. Nem vagyunk esélytelnek, azt kell, hogy mondjam, talán meg lehet őket fogni, de már egy döntetlen se lenne rossz eredmény. A lényeg, hogy ne kapjunk itt pirosat. Az egy csúnya ütközés. Szépen adjuk ki. Nagyon jó, vannak gyors embereink. Ezekre lehet építeni akár egy kontrajáték alkalmával. Hát, csínybeadott passzokkal nem. Úgyhogy erre figyeljünk. Nem tudtuk leszerelni megint csak az emberünket. Ott szépen összementek. Talán a miénk is lehet, így van. Az indítás az rossz, nem indult be rá Robert Mák, szlovák futballista. Az egy nagyon jó Vécsei Bálint labdaszerzés, és indíthatja Mákot, aki pedig akár kis cselezgetés, labdafedezés. Hé, ez rohadtul szabálytalan volt. Beadni készültem a labdát, tapszobat teljesen értelmetlen oda csúszott. Labda is volt, de vitte az embert is. Be lehetett fújni, azt kell, hogy mondjam. Nem kanyarítjuk rá, hanem beadjuk Blazsicsa. Ha van érkező, nem volt érkező. Sigér, hiába sérült. Én itt beraktam. Kell. Muszáj, hogy ő is ott legyen. Jó, nagyon jó labdaszerzés. Bámulatos, jól játszak a srácok. Vécsei Bálintnak a megindulásai pedig egészen parádésak. Akár egy lövőhelyzet. Nem vagy túl jó. Ez nagyon nem volt jó. Hiába indult meg jól. Ott teljesen üresen futhat rá. Kapura tör, ellövés. Botrányosan mellé. Na jó, húzzunk bele. Pontosabb játék kell itt. Támadó szekciónk igazából jó. Tehát nem feltétlen Vécseinek kellene majd ellőni ezeket a labdákat. Hiszen pont ezért hoztam be a remekelő Uzunit, illetve Tokmak, Zubkov egyik se gyenge. Úgyhogy Vécsei inkább a labdaszerzésekre szeretném ráállítani. Aztán meglátjuk, hogy ez neki mennyire tetszik. Semi Mayé szabálytalannak ítéli a bíró. Elég szigorú a sportás úr. Most nézzük meg. Elhisszük neki. Haladjon, pörögjön tovább a játék.
Jó. Nagy volt a kavarodás szögletnél? Valaki? Nem mozdultak rá? Nem értették meg egymást a játékosok? Ott azért volt kommunikációs probléma. Sik, oda megy. Beveri. 1-0. Nagyon örül a fejének. Pedig végzetes védelmi hiba okozta ezt a gólt. Hát a lepattanó, Mai lassú. Nagyon nem játszok vissza. Ez nem volt jó. Ez nem volt jó így. Dibusz ilyen közeli bika lövése már nem tudott reagálni. Patrick Schick. Jól van. Ó, hát ez szánalmas volt. Azaz valaki menjen már át, vegyük el tőlük ezt a labdát. Ne engedjük élni őket, mert megint aztán itt lesz egy gól, nem volt szabálytalan. Csivics nagyon szépen szerelt, Sigér. Azaz, kicsit megáll, pontosan indítja Zubkovot, vele már mernék lőni. Ó! Lomb mérges a védőkre, nem ment rá senki, megint csak hagyták lőni Zubkovot, ebből nagyobb baj is lehetett volna, üldözője nem érte úton, megint csak nem volt pontos ölelés. Ez így nem fog menni ilyen rossz helyzet kihasználással. Ennél azért többet kell majd mutatni a későbbiekben. Jó, figyelünk, figyelünk. Nem szabad itt hagyni, hogy túl sok és túl jó támadást vezessenek. Inkább egy kis taktikai szabálytalanság. És befújja. Fogják a cipőjét. Hát, jó van. Mégis ott volt valami kontaktus, ami nem volt teljesen szabályos. Csak ne kapjunk belőle. Pont bele az emberbe. Azaz előre, Robert megfelé. A fejes nem pontos. Tokmak nem nagyon ért még a labdához, az a durva. Még már 26. percben járunk. Egyszerűen nem kapott lehetőséget, mert előre helyezkedik, vissza is húzom a csapatot egy picit, hogy tudjunk mélyről indulni. Fussanak vissza azok a támadók, de előtte még Dibusznak kell hárítania megint. Kigurítja. Nagyon jó. Az is jó. Szép erős passz. És még pontos is lehetne. Megmenti, megmenti. Inkább hátra akkor, inkább hátra. Ott az ember, állnak üresen, lehet kinek passzolni. Nagyon jó, tökéletes labdajáratás, Zubkov. És belelövi az emberébe. Uzuni. Jó lehetett volna, nem volt benne erő. Lomb ezt megfogta könnyű szerrel. Ezt a kapusnak illendő lenne hátrafejelni. Nagyon jó, ki is vetődik rá Dini. Szépen Blazsics felé, ő pedig előre ívelheti Tokmáknak. Adjunk neki is feladatot. Ezt nem sikerült, végül ő nem. Fejjel lesz a legerősebb szerintem. Lapos passzok, gyors megfutások kellenek oda. Na de ne csak beszéljünk, hanem csináljuk is. Köszönöm az irányítás végül is. Hátulról, de előszabály. Figyelnünk kell továbbra is. Még egy szabálytalanság, beadja inkább bíró, ezt engedte tovább, nekünk ez talán egy kicsit jobban jött ki, de majd meglátjuk, kinek lesz igaza. Az labda volt, és ezzel mehetünk, kicsit durván játszunk, de ez még belefér. És ez már nem, ez a passz már nem fér bele sehova. Nagyon örül a hazai tábor. Nézi a szenvedésünket, egyenlőre hiába vannak jó megmozdulások. Uzuni! És hárít a kapus! Tokmak lőtte rá! Nagyon jó volt ez a lövés. Ott, ha egy picit gyorsabb Uzuni, nem tudta felvenni a ritmus, de végül is így is meg lehetett ezt oldani. Utólag kap egy sárgalapot Blazsics, nem akarja észrevenni. Cipőjét kötögette, nem akart észrevenni. Na jó, van Demir Bája. Volt egy kis dulakodás. Oké, Uzuni fogja beadni. Lehet számítani valami jóra, egyelőre nem. Vécsei felé nem jó volt, de
teljesen mindegy. Sik góljával vezet a Leverkusen. Egyenlőre nem állunk túl jól. Mind a két oldalon vannak lövések, pontosabbak egyszerűen a németek. Ennyi a különbség a csapatok között. Nézzük azt a második fél időt. Nem esélytelen a helyzetünk. A gyors indítás, a gyors kontra így nem jön össze. Azt hittem majd középkezdésből, mint a magyar válogatott meccsen. Németek ellen, hát ez most nem jött be. Ennyien szólva. Zubkov, Blažić. Sokat melóznak itt a védők, Botka is. Jól van. Ezt kiengedték. Oké, és ott futnak az emberkék. Arra figyelni lehet, készülni lehet rájuk. Nagyon szép passz, de pont meg tudta lassítani a labdát. Vagy bele tudott érni, hiába ment át a lámpa között a németnek. Wendell. Pofán lőtte. Botka volt, akkor átkapott a fejére, mint az állat. Meg is tántorodott. Róla ment ki a labda. Ez egy jó hosszú bedobás. Botka megint megy rá ugyanúgy. Kicsit belassult. Jó lesz az még. Csak rúgjuk el, nem? Szóltak, hogy Dibusz azt fogja. Maé, nagyon jó. Azaz, erről van szó. Erről van szó, gyors labdajáratás kell. Ha itt meg akarjuk törni a védelmet, vissza. Azaz, parádés, sigér. Nagyon jó, hátul passzolgatunk. És nem. Nem sikerült tökéletesen adni a labdát. De ez így jó lehet. Egyszerűen nem tudunk áthatolni ezen a betonbiztos védelmen. Ügyesen csinálják egyébként, hogy ennyi embert hátra rendelnek. És lezárják a utakat tulajdonképpen. Ez azért béna dolog volt, hogy így hagyták kimenni. Májénak nem jó az a labda. Jó, figyeljünk. Hátra, Dibusz, nagyon jó. Belerúgnak Dibuszba, takarodjál. Béli, hát ez belerúgott még Dibuszba a földön. Szánalmas. Jó, hát itt lehet, hogy majd cserekel, egyszerűen nem sikerülnek a passzaim. És nem tudom, mi lehet a gond. 62. perc. Amit pedig jó lenne legalább egy döntetlent kiharcolni. Most már támadjunk, igazából nincs mit veszteni. Megint megpróbálom feljebb küldeni a tímet. Semi Maé mellett passzolják el, Botkának kell hátra futnia. Elmegy keresztbe a labda, senki nem ért hozzá. Így lehet kirúgás. Kicserélünk le Mák helyett. Akár bejöhetne Boli. Nézzük meg Bolit. Elvileg ő nincs nevezve, ugye? Az Európa Liga keretbe. A Fradi Eddie Murphy-e. Meglátjuk, hogy most mi jön ki belőle. Egy-két gólnak örülnék azért. Nagyon lassan vánszorgott el a labda. Egy erősebb paszt láthattunk. Ami nem feltétlen pontosabb, csak erősebb. Vécsei Bálint. Hát ez teljesen rossz megoldást választott. Sigér blokkol. Szép lehet, az jó lehet, a hátrafutó Boli. Nagyon aktív, örül, hogy neveztem én a keretbe. Nem úgy, mint Péter Stöger. A beadás Bolitól nem jó. Uzuni volt középen. Ő várta volna az Albán, de nem sikerült jól beadni. Kár érte Semi Maé. Mégis jó lett a fejes egyébként. Azzal el is lehetett volna indulni, nem sikerült. Mutatják többen is a beindulók, hogy ott vannak Vécsei Bálint! Belelövi a kapusba, ez hihetetlen, pedig nagyon jól játszik. Nagyon örülök, hogy neveztem a keretbe, sőt, beraktam a kezdőcsapatba. Egyenlőre nem tud góllal ott lenni. Jó, támadjuk le őket, mert csak így lehet valamit kezdeni. Menjünk még rá, még, íveljék csak föl. Azt Májénak le kell tudni kezelni, nem történik meg, de nem baj. Ezt vissza lehet hozni gyorsan, csak kicsit azért lendületesebben, ha kérhetem. És elpattan, ezt nem hiszem el, Uzuni sarkára érkezett a labda. Elpattam. Jó, hagyjuk akkor kibontakozni őket. 80. perc, ne hátul passzolgassanak már, könyörgöm. Hozzák előre azt a lasztit, mert az innen lesz jó.
kettők egyenlőre így elvenni. Nem jó az ívelés, tökéletes, most már haladjunk. Zubkovot is lehellene hozni, Skvárka, tökéletes. Valami legyen valami, mert most már bajba vagyunk. Most már tényleg bajba vagyunk, az a helyzet. A rohadt bedobást nem tudunk kezelni, azért ez vicc kategória kezd lenni. Ez így nem teljesen jó. Nem kerek ez a meccs. Területeket óriási tapasztalattal zárja le a Leverkusen. És egyenlőre, ahogy nézem, a második félidőben elfogyott ez a Fradi. Nagyon elfogytunk. Amíg az első félidőben voltak jó lehetőségeink, addig most csak egyetlen egy darab ilyen helyzet volt. Ez kevés ezen a szinten. Megpróbál közbeszúrni. Nagyon jó. Ez még mindig a miénk lehet. Ott vannak a befutó emberek, többen is. Az nagyon jó. De ez nem, ez se. Mondjuk azért ott eléggé kisodrottunk. Hiába volt több lövés. Kikaptunk a Bayer Leverkusentől. 1-0. 17. percben eldőlt a mérkőzés. Patrick Schick megszerezte az egyetlen találatot. Végül is olyan hű, de nagy vereséget nem szenvedtünk. Voltak nagyon jó helyzeteink, nagyon jó lövéseink. Nem lett a legjobb a mérkőzés. Nem is volt túl látványos. Egy-két lövés volt, ami tényleg felsziszenésre alkalmas volt. Remélem azért ettől függetlenül nektek tetszett. Kiegyenlített volt, mégis a Leverkusen gyűjtötte be a 3 pontot az Európa Liga első meccsén. Remélem hazaiba majd meg tudjuk őket verni. Legközelebb találkozunk, srácok, addig is jók legyetek, szurkoljunk a csapatnak. Ez az eredmény nincsen kőbevésve. Meglátjuk, mit mennek este a srácok. Legyetek jók, sziasztok!